mai videóban úgy kell nyernem a Stumble Guys ban hogy nem érhetek sárga színhez, ami egészen konkrétan azt jelenti, hogy ha pályán vannak sárga blokkok, vagy valamelyik részén a pályának sárga talaj, akkor oda én nem léphetek, hogyha esetleg mégis rálépnék, akkor pedig le kell ugranom, ki kell esnem az adott körből. Viszont mielőtt még belevágnánk, itt van ez a Legendary Wheel, ahol van egy-két olyan skin, ami még nincs meg nekem, úgyhogy 625 gemér, én azt mondom, hogy nézzük meg ezen egy pörgetést, és akkor válaszunk egy jó kis skint, amivel játszunk a mai videó folyamán. Hát, ha mondjuk valami használható lesz, és ez pedig nem más, mint a Nyan Beast, ami már megvan nekem, úgyhogy hát ez annyira nem érte meg ez a pörgetés. De hát akkor ficegjünk mondjuk ezzel a skinnel. Miért ne srácok? Igazából jó nagy a feje, kicsit otromba. Jó lesz az nekünk. Lényeg az, hogy ne lépjünk sárga színre. Hát mondjuk, hogy egy honey dropot vagy hasonlót kifognánk, ahol kb. csak sárga blokkok vannak, akkor bajba lennénk. De nem srácok, nem lesz ezzel probléma. Úristen, floor flip, hát itt van sárga bőven. Innen labdával valahogy át kéne menni oda, hogy ne érjünk a hozzáértem a sárgához. Hát ez egy jó első kör volt, srácok, azt kell, hogy mondjam. Bizony, ez a challenge, ez lehet, hogy nehezebb lesz, mint ahogy elképzeltem. Bizonyos pályákon nagyon sok sárga dolog van, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fogjuk tudni ezeket elkerülni. Nyugodtan írjátok le egyébként kommentbe, hogyha ti már megpróbáltatok ezt a challenge-et, akkor sikerült-e így nyernetek, vagy akár legközelebb milyen szint próbáljuk meg elkerülni, hogyha esetleg csinálok következő hasonló rész. Ú, de rég láttam már ezt a feles viszont ezzel legalább nincsen rohadt sárga. Tehát itt, hogyha minden igaz, akkor zöld, kék, meg hasonló területek vannak, azokkal nincsen semmiféle problémánk. Azért figyelek, hogy nehogy valahol egy pici sárga is legyen, amire esetleg rálépünk, egy labdával itt meg is indulhatnánk, hogyha nem találnának el ezek a vackok. Pedig szépen fel is viccelünk a szélére, gyönyörű. Valakit megjelenik előttünk a láthatatlansággal, ez nem zavar meg minket, úgy viszont a cél az eléggé sárgás. Vagy hogy kéne akkor beérni? Vagy úgy kéne beérni, hogy csak így, ha csak a fehér vonalra így, így ráléptem, srácok. Komolyan veszük, nagyon komolyan veszük ezt a challenge-et, semmilyen sárgához nem szabad érni, még a rohadt célba sem. Na jó, azért itt, hogy sárgán állok itt a menüben, hát arról nem teltek, ne haragudjatok. Na, nézzük a következő pályát. Ez az, srácok, lávarás. Hát itt aztán egy darab sárga nincsen, maximum ott a célnál a finisnek a széle. Hát ahhoz csak nem érünk hozzá. Ahogy oh, ne az ott sárga középen. Ott az a láva az eléggé sárga egyébként, meg ezek a láva golyók azok azért mondjuk azt, hogy sárgák elég rendesen. Azt, ha beleesek a lávába, hát az azért eléggé narancs, sárgás, pirosas, az azért nem, 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 a jellegzetes sárga színű, szól azért azzal még annyira nem lenne probléma. Viszont szóval az, hogyha egy ilyen láva golyó eltalál, amik így rep itt keresztbe, az viszont eléggé sárga, úgyhogy azokat megpróbáljuk elég szépen elkerülni, de föl is ficcentünk, megyünk itt egy kört, nyomódj már be labda, és itt pedig át is tudunk ide egyből ugrani. A hát, srácok, azt kell, hogy meg lesz az első döntünk, csak nagyon izgulnunk kell azon, hogy milyen pálya lesz a döntőben. Nagyon figyeljünk, hogy ott az oszlop alján ott azért az sárga meg itt a keresztbe a labdák azért ne találjanak el minket légy szíves, és a szélének sem menjünk neki a célnak, be is a célba, mindenféle sárga blokkhoz hozzáérés nélkül. Vajon meg lesz a győzelem, srácok? Nagyon nagy segítség a szurkolás szokásképpen csapattok egy lájkot, és lába lend a döntőben, let's go, srácok! Itt aztán semmilyen sárga nem lesz, kivéve az a banán skin, hogyha megnézitek, az eléggé sárga, úgyhogy mondjuk őhöz nem lenne szabad hozzájönni, őt például nem szabad leboxolnom, vagy hasonló, viszont őt egészen nyugodtan. Tényleg csak arra koncentráljunk, hogy az a hülye banánhoz ne érjünk hozzá, mert amúgy más sárgát ezen a pályán nem igazán látok. Ó, vé, ott a banán jó. Ne, ne, ne tesó, menj innen, menj innen! Ha, inkább le is jövök ide, le is jövök ide inkább, nehogy hozzám érjen az a kis köcsög, jó, nem ért hozzám szerintem. Nagyon remélem. De majd nem ért hozzám. Itt le is boxolhatjuk a francba. Egyelőre kettő darab játékos esett ki, úgyhogy azért itt még lesz neki izgalmak. Nagyon jó. Jó, most a négyen kiestek, gyerünk, srácok. Meg kell nyerni, mekkora lenne, srácok. Az első normális körünket meg is nyerhetnénk. Na, ezt boxoljuk le. Hát az nem sárga, az ilyen, ilyen múmia színű, vagy én nem tudom. Őt nyugodtan leboxoltom, én azt gondolom. egyenlőre nem jön ide föl, gyere már föl, te só. Húha, na most nem tudsz hova menni. Nem tudsz hova menni, te sókám. Hát itt fog maradni mind a ketten. Én pedig leboxolok a francba. Let's go, srácok. Ott is van a győzelem. Nem nem értünk sárgához, és nyomjad, jön bízz. Be is húzzuk az első kört, ami igazából, hát úgymond, normális volt, ha úgy tetszik, akkor a második kört. Én ezzel is megelégszek, nem gondoltam volna, hogy egyáltalán fogok tudni nyerni ebben a challenge-ben, nem, hogy ilyen hamar. Ott is van, srácok, ott is van. Na jó, nézzük meg, akkor ennek örömére még egy ilyen legendári wild hát, ha valami új skin sikerül megszereznem. Aztán négy-öt skin hiányzik erről a kerékről, hogy jó lenne nem megint egy dablikétet pörgetni. Atja úristen, ez már megvan, sajnos, ha jól tudom, át, is nem is a világ legjobb skinje, -ja, azért azt meg kell hagyni. Ugye, jó van, akkor legyen ez, legyen ez. Ezen nem múlik, én azt gondolom. Csak létszi, valami sárga pályát dobjon be. Az elő egyébként tökre szerencsénk volt, szóval... Oké, okay, egy kék blokkról indulunk, itt 16 közé utásért. Leugrunk a narancs sárgára, ez nem sárga, hanem narancs. Oké, okay, esél. Hát igen, ez... Ez. Ezt beszoptuk, nem lehet szebben mondani. Na jó, nem baj. Előbb is így indult, aztán a következő kört meg megnyertük a bánatba, most jöhet az a kör, amit megint csak megnyerünk a bánatba. De e, sajnos a pályákkal eléggé nagy szerencségnek kell lennie. Óha, hát itt gyakorlatilag sárgáról indulunk. Hát ez szoporról lehet, gyerekek. Mindegy, amúgy még ez a jobb, amikor egyből az első pályán van valami sárga, mert akkor legalább nem a döntőbe szívjuk meg, hogy két körbe tovább jutottunk nagy küzdelmekkel, és aztán a döntőbe bead egy sárgát. Álljál már le, Honey Drop, mióta lehetsz te egyáltalán első körbe? Na jó, figyelj, most a 100%-os taktika Honey Na jó, hát ez Honey lehetetlen. De egyelőre ez a gyönyörű skin nem hozott nekünk túl nagy szerencsét. Léci, valami nem sárgát, nem Honey nem Super slide kérnék szépen. Éh, és az új Mr. Fogjuk rá, hogy az ott sárga, úgyhogy inkább megyek itt a szélén. Na jó, az nem sárga, srácok, ez ez, 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 ez milyen színű? Ilyen homokszínű. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. És oké. Okay. Itt maximum középen van sárga. Oda a jump pad közelébe sem megyünk igazából, hanem itt átficegünk. Na ez már ott sárga útja, az mellett elvetődünk inkább. Itt a jump pad, annak próbáljunk a közepére, ahol semmiféle sárgához nem érünk hozzá. És itt meg egyből bevetődünk. Jó. És hát ez meg is lesz, srácok. Meg is lesz. Hát jó kérdés egyébként. Az ott ugye sárga színe. De hát, hogyha megnéztük a propellerét ennek a skinnek, az sárga. Nem olyan színű, mint az. Az olyan, olyan narancs inkább, olyan aranyszínű. Én ezt elfogadom én ezt elfogadom magamnak, srácok. Fogjuk rá, hogy az nem volt sárga. Na de nézzük a következő pályánkat, ami ó, de jó, nagyon jó végre. itt aztán szinte semmilyen sárga szín nem található meg. Max a jumpedek szélén, de hát a jumpedeknek a kellős közepére kell ugrani, ugyebár. Nyolc közé utásért erről a pályáról illene azért tovább jutni. Jumped, nagyon jó, teliba a közepére. Itt is van egy jumped, teliba a közepére, nagyon jó. Ott is lesz egy jumped, koncentráljunk, hogy még véletlenül se érjünk a szélén a sárga részhez, és ott is van tovább. Let's go, srácok! Újabb döntő következik! Csak könyörgöm, ne egy honey drop legyen, vagy super slide, mert megőrülök akkor! Meg ne is az új rákos pálya. Valami, ami nem sárga. Valami, ami maximum vannak sárga részek, amit ki lehet kerülni. És a régi ufós pálya, hát ezen vannak sárga részek, de hát el fogjuk tudni kerülni remélhetőleg őket. Ilyen ott van például az a forgós cucc, az a gyorsító rajta, az eléggé sárga, úgyhogy De nem, ez is sárga, he. Hát ez hogy fogom így megnyerni? Hát ez sárga, erre nem tudok menni sajnos. Ilyen legyen az, hogy jó, hát ez amúgy így tök jó, leugrottam és feldob. Az sárga az a cucc, ezt ugorjuk át. Hát de biztos, hogy már valaki van elől az a baj, annyit szarakodtam ott az elején. Jó, dob föl, dob föl, de nem már nem jó, mert nem tudok máshova menni. Dobj és dobj. Jó. De át valaki beért. Hát srácok, nem könnyű ez a challenge, óriási mázlim hogy tudtam ebbe egyet nyerni egyáltalán. Múltkor videóban megvettem ezt a skin, de még nem is játszottam vele ezzel a jetpack-essel, ez amúgy nem egy rossz skin. Nézzük meg még ezzel egy kört, hát ha, hát srácok, bedob valami olyan pályát, ahol nincsen semmiféle sárga szín. Vagy akár nem olyan sok blog Ez egy jó kérdés, itt azért vannak sárga akadályok, de hát nyilvánvalóan át lehet rajtuk jutni, úgyhogy nem érünk hozzájuk, úgyhogy ezt fogjuk megpróbálni. Itt szerintem azért tovább fog tudni itt szépen át is ugráljuk a sárga dolg. Dolgokat. Itt ez teljes mértékben zöld, úgyhogy itt aztán csináltok, amit akarok, csak ne essünk le. Uha, jön a sárga, létszi, 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 ne toljatok neki. Jó, itt átmegyünk, nagyon jó. Ez gyönyörű kék, ezen szépen ficekhetünk. Ez ilyen lila, nagyon jó, nagyon jó srácok. És érkezik a sárga, az gyorsan, gyorsan ki is kerüljük, úgy, ahogy csak lehet. Majdnem hozzáértem, de hál' Istennek nem. Itt ezt átrúgjuk. Nagyon jó, és itt jön a sárga, itt viszont a tüskén. Kellen átpattanni, de hála Istennek nem kell ezt megtennünk, ugyanis már további jutottunk. A második körbe, és ismét nem értünk sárgához. Ezek még azt mondom, hogy jó pályák, ahol hozzá lehet érni a sárgához, de ki is lehet kerülni. De ott, ahol nem tudok egyszerűen mit csinálni, az borzalmas. És sárkmód a triangle. Na itt aztán nagyon nagy szerencsénk van. Itt aztán tényleg, ha akarnék, sem so nagyon tudnék semmi sárga dolgot találni. Úgyhogy talán megvan az esélyünk itt az utolsó körben, hogy ismételten döntőbe jussunk. Csak a többi skinre kell figyelni, hogy semmilyen sárga részükhöz ne érjek hozzá. Hogyha mondjuk valaki eldob egy banánhéjat, akkor abban elépjek bele, mert az is sárga. Jó, figyelj, én itt addig várok, amíg lehet, igazából a hajón már minden ki leugrált, már 7 per 8 ember kiesett. 8 per 8, hát konkrétan nem is kell csinálnom semmit. Easy, easy srácok. Ott van a harmadik döntőnk is, eddig egyet -egy sikerült nyerni a videó elején. Vajon sikerül-e a videó végén is behúzni egy győzelmet? Ne hanidrop, ne hanidrop ne super slide, meg ne ilyen hülyeségek. Jó! Hát nem tudom, hogy volt-e már életemben olyan, hogy örülök a bombardmentnek, meg ennek a sárkos hülyeségnek, ami így egy ilyen bombardment átalakítás, de hát most tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy örülök neki. Hát legalább nem nagyon vannak sárga dolgok tehát itt már tényleg csak arra kell koncentrálnom, hogy meg tudjam nyerni az adott menetet, és egy valaki már eléggé hamar le is Észak szerencsére, csávót azt oda elboxoljuk. Vagy oda beleboxoljuk, na, nagyon szép, de hogy nem esett bele? Ketten estek le eddig, gyerünk, srácok, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Old az ugye aranyszínű, nem sárga, még a nevén is benne van, úgyhogy boxoljuk lefelé a francba, és ott box. Nagyon jó, 5 per 7, srácok, 2-dra be, mi van, már csak 1, és leesnek maguktól, hát nem is kell csinálnom semmit, srácok, ott is van a videó végén is a győzelem. BEMU! Hát azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy bedobott full sárga pályákat is, ahol egyből ki kellett léptem, kettő darab győzelem az egyáltalán nem rossz ebben a videóban, ebben a kihívásban. Nyugodtan írjátok meg, hogyha ti esetleg megpróbáltatok ezt a challenge-et, akkor nektek hogy sikerült, vagy akár ahogy említettem, legközelebb milyen színnel próbáljam meg ezt a hasonló challenge-et. Nyomjatok egy lájkot a videóra, hogyha érdekes volt és tetszett nektek, valamint iratkozzatok föl további izgalmas stumbleguys tartalmakért, illetve a folyamatos legfrissebb információkért a játékról. Ha pedig esetleg vásárolt, vásároltok valamit a játékban, akkor nagyon megköszönöm, ha beírjátok a Hunter kódot a shopba, ezzel tudtok engem támogatni, ami hatalmas segítség a csatornának, illetve a leírásban ott van a másik csatornám is, ahol szintén rengeteg izgalmas tartalmat találhattok. Ha esetleg még nem vagytok, akkor érdemes oda is feliratkozni. Ezen kívül nagyon nagy segítség tud lenni, ha elküldöd a videót haverjaidnak, ismerőseidnek is, hogy ők sem maradjanak le, valamint, hogyha szeretnél még több Stumblegázos tartalmat látni, ide kattintva a jó néhányat megtalálsz.